Egyenlőséget, barátságot, békét. Ebben a három szóban fogalmazták meg a magyar fuvarozók azt, hogy mit kérnek ukrán kollégáiktól. 2022-ben ugyanis, főleg a háború okozta problémák miatt, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy mindenféle korlátozás nélkül tudnak mozogni és munkát vállalni az ukrán teherfuvarozók az unió területén. Az azóta eltelt időszakban viszont már nem csak ukrán árukat szállítanak, hanem szabadon, és az uniós vállalkozóknál jóval olcsóbban vállalnak munkát az ukránok az unió területén is. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára szerint ez elfogadhatatlan. A kezdeti célokon ez a támogatás nyújtás, ez úgy véljük, hogy túllépett. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete is fölemelte a hangját ez ellen a megállapodás ellen az elmúlt időszakban többször is, és azt kértük, hogy az unió vizsgálja fölül ezt a megállapodást. Mivel a múlt héten az Európai Bizottságban történt meghallgatás ebben a kérdésben, ha úgy tetszik, zátonyra futott, és a bizottság meglehetősen agresszív módon visszautasította azokat a kezdeményezéseket, amelyeket többek között Magyarország is ott megtett, válvetve a lengyel, a szlovák, a litván fuvarozó egyesületekkel, illetve kormányzatokkal, döntöttek úgy a fuvarozók, hogy akkor, hogyha nem működik a diplomáciájuk, akkor ők demonstrációval próbálják felhívni a figyelmet ennek a megállapodásnak a hibáira. Ugye a Lengyelországban már hetek óta tartanak ilyen demonstrációkat, Szlovákiában is volt már néhány rövidebb ideig tartó, és most mától a magyar fuvarozók egy csoportja is úgy döntött, hogy a demonstráció eszközét választja. Hosszú sorokban állnak az ukrán kamionok a magyar határon. Azért gyűltek itt össze, mert a lengyel és a szlovák határokat blokád alá vették az ottani fuvarozók. Ezért akarnak az ukránok itt átlépni a határon. Árvai Tivadar főtitkár azt mondta, az uniós, így a magyar fuvarozók is olyan többletterheket viselnek, amelyekkel nem lehetnek versenyképesek az ukránokkal szemben. Óriási árelőnnyel dolgoznak, hiszen egyrészt nem vonatkoznak rájuk az Európai Unió meglehetősen szigorú szabályai, amelyek a fuvarozást keretek közé szorítják, és ezek mind költségnövelő szabályozások, ugye mobilitási csomag, kötelező minimálbér, kabinban alvás tilalma, adó és jogi környezetet sorolhatnám hosszan. Tehát egyrészt ezek miatt óriási árelőnnyel érkeznek, másrészt ebben a pillanatban, mondjuk Ukrajnában úgy 60-70 forinttal olcsóbb például a gázolaj, mint az Európai Unió tagországban, például Magyarországon. Tehát magyarul olyan ár letörő hatása van annak, hogy ők megjelentek itt, amely a magyar fuvarozók költségszintjét, az önköltségi szintjét sem éri el. Nyilvánvaló, hogy ilyen áron ők nem tudnak fuvarozni, és az is nyilvánvaló, hogy a megbízó oldal a piac törvényei szerint az olcsóbb megoldást keresi. Ebben a helyzetben mi azt gondoljuk, hogy az engedélygazdálkodási megállapodás, ami korábban élt a Ukrajna és Magyarország, illetve más Európai Uniós országok és Ukrajna között, azokat vissza kell valamilyen formával vezetni, és korlátozni kell ezeknek a vállalkozásoknak a hozzáférését. Az Európai Bizottság a múlt héten úgy döntött, hogy nem vonja vissza a könnyítést az ukrán fuvarozók számára. A hazai teherszállító vállalkozások addig folytatják a demonstrációt, amíg számukra kedvező döntés nem születik.